Sziasztok, Bognár Marci vagyok, és a mai részben arra gondoltam, hogy belenézünk a travel videómnak a vágatába, beszélünk arról, hogy hogyan álltam neki az egész vágásnak, milyen gondolatok vezéreltek az egyes vágási pontoknál, és remélem, hogy a végére elhangzik egy-két olyan információ, amiket majd ti is hasznosítani tudtok a saját munkáitok során. Ha még nem láttátok a travel videómat, akkor ide a bal felső sarokba kattintva megnézhetitek azt. Ez a projekt számomra több dolog miatt is különleges volt, nem csak azért, mert az első olyan igazi travel videó volt, amit készítettem, hanem mert most először dolgoztam úgy, hogy már előre megvolt a fejemben a zene, amit szeretnék használni. Tudtam, hogy valami klasszikus hangzást szeretnék, tudtam, hogy az elején valami kis sejtelmes prüntjögést, amiből elkezd majd épülni tovább a zene, és a végén egy ilyen epikus kicsengést. És artlisten meg is találtam ezt a zenét, és össze is vágtam nagyjából olyan hosszúságúra, amit szerettem volna, és már úgy utaztam el Berchtesgadenbe, hogy ez így összeállt a fejembe, meg volt a szerkezete. Egyébként én általában zene nélkül szoktam elkezdeni vágni, mert nem szeretném azt, hogy a zenének az üteme az befolyásolja a felvételeknek a természetes ritmusát, mert én az alapján szeretek inkább vágni, nem pedig ütemre vágni. Na de nézzük is a vágatot. Ugye mondtam, hogy az elején egy kicsit sejtelmes zenét szerettem volna, és ehhez tökre passzoltak ezek a titokzatos képek, ami nem exaktak, nem tudjuk, hogy itt most mi fog történni, de előre vetíti a videónak a hangulatát. Igen, és akkor itt egy kis bevezetés. Itt, amit érdemes megemlíteni, hogy a vízmotívum fogja tök jól össze ezt a 3-4 képet. Elindul a kis vízcsepp, átvágunk a következő képre a vízcsepp, és a vízcseppből megérkezünk a Königsi tóhoz, és még egy vizes felvétel. Majd utána jön a következő blokk, amit nem mondom, hogy előre így akartam, de aztán tök jól kiadta, mert itt, amikor a magányról beszélek, magányos természeti jelenségeket mutatok. Ugye egyedülálló fa megint csak, egy kis kavics egyedül, és aztán végül én vagyok itt egyedül. Már ott helyszínen tökre megtetszett ez a koncepció, de nem kötöttem össze, pedig a narrációt már megírtam egyébként előre, de csak így utólag a vágásnál jött ez az ötlet, hogy amúgy ez így tök jól passzol egymáshoz a kettő, és érdemes lenne ide egymás után felépíteni ezeket, és akkor így jött a kis magányos blokk, úgymond. Jó, itt fodrozódik a kis víztükrünk, igen, az a zenére egyébként tök jól rezonál. Itt egy érdekes Dutch Angle-ös kép, ezt nagyon szerettem. Utána mutatjuk a szereplőinket, mint magányos harcosokat. Itt semmi extra nincsen igazából. Igen. Jó. Itt ugye arról beszéltem a narrációban, hogy megtapasztaltam egy olyan érzést, amit előtte még soha. És azzal, hogy érzékeltessem, hogy ez mekkora hatással volt rám, ezt követően bevágtam olyan letaglózó, tényleg ilyen lélegzetállító természeti jelenségeket, meg a sound design is ezt támasztotta alá, ami egy kicsit úgy súlyt ad annak, ami elhangzik a narrációban. Ugye ez hegy, lavina, és akkor ilyen tök jó kis havas fák, és egy nagy panoráma. Jó. Itt van ugye egy mecskát, ugyanoda van bekomponálva a Bálint, illetve kértem Bálintot, hogy engem is ugyanoda komponáljon be. Több ilyen felvételt is készítettünk a túra során, de végül csak ez a kettő jutott el ide a vágatba, úgy éreztem, hogy ennyi elég, nem kell túlzásba vinni. Ez koncepció volt egyébként, hogy alulra komponálom az embereket, és nem csak, hogy alulra komponálom, de hogyha megnézitek, akkor föntről van felvéve, és ezáltal a horizont, az a szereplő fölé magasodik. Ezzel is ugye azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a természet, ahogy fölénk magasodik, hogy az ember hogy eltörpül a természet ereje mellett. Igen. Itt van egy kis tavas blokk, ez semmi extra. Itt viszont ugye az volt nekem a dilemma, hogy hogyan fogok átvágni erről a képről, a statikus képekről egy mozgó felvételre már, ami viszonylag dinamikus, mert kézből tartó a kamera, úgy sétáltam vele. Ez furcsa lett volna egy olyan vágás, hogy egy tök statikus kép és átvágok. De mégis működik, mert a lengedező kis nádasok, az gyakorlatilag a Zsuzsit és a Bálintot jelképezi, ahogy együtt vannak, mert itt jelenik meg először két karakter a videó során. És így már is van egy kis kapcsolódási pont, hogy több dolgot látunk
nádból, és aztán két ember. De ezen kívül még próbáltam úgy időzíteni a vágást, hogy amikor elkezd fújni a szél, és visszafele leng, tehát elkezd visszafele mozdulni a nád, akkor vágok át a felvételre, és gyakorlatilag egy motivációt ad a kamera mozgásra, mintha a nád mozdítaná meg a kamerát, ahogy leng, hogy na akkor induljunk. És így tök jól összeáll a dinamika. És nem zavaró, legalábbis szerintem nem zavaró, de írjátok meg, hogyha másképp látjátok. Itt ugye jobbra balra forog a kamera, és a következő snitt ugyanezt a mozgást folytatja. Ez a rész itt ugye arról szól a narrációban, hogy egy dolgot többféleképp látunk, hiába van ott ugyanaz, mégis mindenki a saját stílusában képzeli el, hogy az hogy fog kinézni képen. És ezt érzékelteti, hogy itt mind a négy felvételen egy hegyet nézünk, Zsuzsék is, Norbi is, Bálintról itt aztán egy közeli, hogy nagyon nézünk, és végül rólam. Ami itt érdekes, hogy itt már fennmarad a fókusz. Alapból felhoztuk a néző tekintetét azzal, hogy mindenki felfele nézett, de mivel itt maradt fent a hegycsúcson a fókusz, ezért amikor átvágok a következő snitre egyébként, ami tökre eltérő ettől, mert egy mozgó kép, mégse lesz ez probléma, mert itt van egy hegy, balra felfele nézünk, és a következő képen megint csak balra fent van egy hegy, és ott van a fókusz is, tehát a szemnek nem kellett egy nagyot ugrania, nem érezte azt, hogy most egy álló képből hirtelen egy mozgó képbe vágtunk át, és így sima lett a vágás. Egyébként a kamera innentől kezd el úgy igazán mozogni, mert a zene és a narráció épülésével együtt a képeknek a dinamikájával is szerettem volna támogatni ezt az egész épülést. Jó. Igen, itt megint egy mecskát, ahogy indul be egy kicsit a zene, kap egy kis lendületet az egész, és mi is megindulunk. Mecskát, ugye? Hasonló mozgás. Ennek a felvételnek az a története, hogy innen szerettem volna eljutni ide. Viszont szerettem volna megőrizni ezt a pillanatot, hogy Bálint felnéz, de így már nem működne a vágás ehhez a képhez, mert tök indokolatlan, hogy felnézünk, majd bevágjuk ezt a képet. Semmi kapcsolat nincs így köztük. És akkor így jött az ötlet, hogy jó, akkor felnézünk a fákra, és akkor látunk egy suhanós fás képet, és itt a sound design is segít a vágásban, mert ugye jobbról suhan át a hang a bal oldalra, majd megérkezünk ide. Ami azért vicces, mert ez a kép alapján balról kéne jobbra suhannia a hangoknak, de mégis így adta ki jobban a vágás, valószínűleg azért, mert ezen a felvételen jobbról balra mozog a kamera, illetve én is baloldalra vagyok komponálva, tehát így a jobbra-balra suhanás oda viszi a fókuszunkat a baloldalra, és tök jól egybefügg az egész. Ja. A sound designról eddig egyébként nem beszéltem, nem véletlenül, mert annyira jó volt a zene, hogy gyakorlatilag nem volt szükség itt különböző effektekre, meg olyan extrém sound designra. Gyakorlatilag csak ambiens hangokat pakoltam a zene mellé, de ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen volt a sound design, akkor Instagramra feltöltöm zene nélkül a videót, és meghallgathatjátok. Igen, hát itt csak fogom, felcsatolom a kis cuccokat, ilyen kis build-up, felrepül a drón, Bálint felkapja a kis kapuszniát, na igen. Itt amire figyeltem, hogy suhan a kéz, és a suhanásba vágunk. Tehát egy kitakarás, és átvágunk, és színekbe nagyjából stimmel az, hogy én is feketébe vagyok, itt egy fekete kabát suhan el, és így nem annyira zavaró az, hogy egy világosabb, havas helyre vágunk át. Meg mind a kettő olyan mozgékony, kézikamerás felvétel így tök jól passzolnak egymás után. Igen, és itt az, hogy ez a vágás megint csak működjön, itt azt figyeltem, hogy a kézikamerás felvételnek van egy ilyen természetes ringása. És ezt a ringást próbáltam felvenni, a ritmusát, és ahogy leng a kamera, úgy svenkelünk fel a következő. Lebólint a kamera, és felsvenkelünk. Tehát gyakorlatilag egy ilyen körívet leírunk, és a körív felénél van egy ilyen átvezetés egyik snitből a másikba. Jó, igen. Timelapse. Drón. Hóesés, igen.
itt a dropnál nincsen semmi különleges igazából. Ami lényeg innentől, hogy a videó második fele ugye a végkifejlett, hogy együtt alkotunk, együtt videózgatunk, tök jól érezzük magunkat, nevetgélünk, és ezt az érzést próbáltam itt átadni. Csak arra figyeltem, hogy a képeknek a kameramozgások, a színek minél inkább egybefüggőek legyenek, egy tényleg egy tök fluid, kellemes flója legyen innentől az egész sztorinak. És aztán megérkezünk a záróképhez. Ja. Na, remélem sikerült valami hasznosat azért kihalászni így az agymenésemből. Ha tetszett ez a videó, vagy hasznosnak találtátok, akkor léci dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Ha tanulnátok tőlem vágást, vagy bármi mást a videózással kapcsolatban, akkor keressetek Instagramon, vagy e-mailben, amit megtaláltok a leírásban. Sziasztok!